Következő előadásunk témája a nyílt forrású hírszerzés, nyílt forrású információszerzés, mely alapvetően azt mutatja be, hogy milyen nagy mennyiségben érhetők el az interneten, akár szabadon is, azok az információk, melyekből össze lehet rakni, hogy egy ember kicsoda, mit csinál, mi érdekli, illetve egy szervezet hogyan, milyen módon működik, milyen titkai vannak, melyek adott esetben kint az interneten elérhetőek, azaz gyakorlatilag a nyílt forrású információ szerzés minden egyes kibertámadásnak az alapja. Ezt mi sem mutatja jobban, mint hogy a 2008-ban a Lockheed Martin által publikált Cyber Kill Chain modellnek az első lépése a reconnaissance, azaz a felderítés tulajdonképpen semmi más, mint a nyílt forrásból származó információk összegyűjtésének az összegzése, és ez mutatja meg, hogy minden egyes későbbi lépés, amit egy kibertámadás folyamatában felhasznál a támadó, arra fog épülni, hogy mit tudott meg az áldozatról. Az áldozat ebben az esetben vagy egy ember, vagy pedig egy olyan szervezet, akit egy ember reprezentál, és hogyha szeretnénk jutni ennek az adott szervezetnek a számítógépes hálózatába, akkor nyilván az emberi gyengeségen keresztül tudjuk majd eljutatni a későbbiekben azokat az informatikai támadó kódokat, melyeknek a segítségével az információs rendszer fölött át lehet venni az uralmat. Ez a hét lépés, tehát úgy néz ki, hogy felderítés, utána amikor megtaláltam a gyenge pontot, akkor ennek a gyenge pontnak a kihasználására készítek valamilyen informatikai támadókódot, tipikusan valamilyen olyan e-mailt, vagy egy olyan közösségi hálózat üzenetet, amire utána majd a felhasználó rá fog kattintani. Ezt eljuttatom a célponthoz az említett módokon, e-mailben, közösségi hálózaton. Majd, amikor a felhasználó rá kattint ezekre a linkekre, elindítja ezeket a kódokat, akkor kihasználom azt a sebezhetőséget, ami az információim alapján a felhasználó információs rendszerében egyébként megtalálható, tehát konkrétan a számítógépen mondjuk van egy sebezhető szoftver, amit ki tudok használni, föltelepítem azokat a kódokat, melyeknek a segítségével távol is hozzá tudok férni a számítógéphez, átveszem a hatodik lépésben a fölött az uralmat, és megyek tovább, azaz, ha már bent vagyok a hálózaton belül egy számítógépen, akkor onnan megpróbálom földeríteni, hogy mi minden van még azon a hálózaton, és próbálok eljutni a célomhoz, ahhoz az információhoz, amiért tulajdonképpen az egész támadást elindítottam. A felderítés tehát mindennek az alapja, és föltehetnénk a kérdést, hogy valójában miért pont az embert támadjuk meg. A válasz roppant egyszerű, egyszerűen azért, mert az elmúlt 30-40 évben a szervezetek megtanulták megvédeni az információs rendszereik határait. Tehát ha az internet felől próbálnék bejutni pusztán klasszikus hacker eszközökkel egy számítógépes hálózatra, akkor sokkal nehezebb dolgom lenne, mint hogyha már eleve bent lennék ebben a házban a hálózaton belül, melyeket sokkal kevésbé védenek, mint a hálózat határait. Azaz, hogyha egy belső számítógépen van valamilyen jogosultságom, akkor már sokkal könnyebben tudom elérni a célomat. Ahhoz, hogy bejussak egy belső hálózatra, ehhez pedig kell ugye az a felhasználó, aki ezt a számítógépet használja. Számítógép alatt nem csak a klasszikus PC-ket, laptopokat értem természetesen, hanem a mai világban ez gond nélkül lehet mondjuk egy okostelefon, mondjuk egy felhőben elhelyezkedő számítógép is. És biztosak lehetünk abban, hogy ezeket a számítógépeket, telefonokat, felhős erőforrásokat, azok a felhasználók, akik egyébként ezeket használják, úgy használják, hogy valami hibát egészen biztosan vétettek. Az ember ugyanis hibázik. Ugye, ahogy mondani szokták, csak az nem hibázik, aki nem dolgozik, és mostanában azért elég sokat dolgozunk, pláne hogy a koronavírus idején sokan dolgozunk, sokat számítógépekkel, tehát biztos, hogy elkövetünk olyan hibákat, melyek lehetőséget nyújtanak ezeknek a védett környezetben levő információs rendszereknek az elérésére. Az ember már csak azért is hibázik, mert hogy kiszámíthatatlan, és ez a kiszámíthatatlanság ez sokkal inkább a támadónak a segítségére van, mint hogyha számítógépeket támadnám, melyek egyébként kiszámíthatóan működnek. Ezeket a kiszámíthatóságokat csak az ember kiszámíthatatlansága tudja elrontani. Illetve, hogy a bombó is tartja, a föld IQ-ja állandó, csak egyre többen vagyunk rá, ami azt jelenti, hogy nyugodtan bízhatunk abban, hogy nem mindig a legélesebb kések lesznek azok, akik ezeket a számítógépes rendszereket használják. Tehát biztos, hogy lehet megtalálni a módját annak, hogy elhitessük a másik oldallal, hogy valójában amit mi mondunk, azt végre kell hajtania.
Nem véletlen, hogy gyakran példálózunk a nigériai hercegeknek a példájával, hogy a nigériai csalások a lényege alapvetően az, hogy viszonylag egyszerű és rossz hangolsággal megírt e-mailekben keresik föl a pénzzel rendelkező áldozatot, amit megpróbálják elhitetni vele, hogy a másik oldalon egy nigériai herceg van, aki éppen millió dolláros vagyont próbálnak kimenteni az országból, és ebben mindenképpen osztani szeretne a szerencséssel, aki ezt az e-mailt megkapta. A nigériai csalások 30 éve létező támadási megoldást jelentenek, külön törvényi fordulat is van ezekre Nigériában, ezért is nevezik nigériai csalásnak, ennek ellenére még ma is tömegek esnek áldozatul ezeknek a csalásoknak. Úgyhogy mindenképpen érdemes megnéznünk és felhívnunk a figyelmet arra, hogy az ember igenis hibázik, mert rengeteg olyan tulajdonságunk van, ami miatt ez a hiba belénk van kódolva. Így például hajlandóak vagyunk segíteni, alapvetően bizalommal állunk az emberekhez. Viszonozni szeretünk szívességeket, ha mi kapunk valamit, akkor szeretjük ezt visszaadni. Alapvetően hiszékenyek vagyunk, naívak vagyunk, kíváncsiak vagyunk, szeretjük elhinni azt, amit mondanak nekünk. Nagyon sokszor olyan munkát végzünk, ami monotonitást igényel, és a monotonitásban nem vesszük észre azokat a jeleket, melyekre érdemes lenne odafigyelni. És különböző módszerekkel befolyásolhatóak vagyunk, például anyagi ellenszolgáltatás, vagy pedig a különböző szexuálisnak tűnő ellenszolgáltatások mind-mind segítenek abban, hogy hát ne feltétlenül az agyunkkal gondolkodjunk, akkor, amikor kérnek tőlünk valamit. Emögött viszont leginkább az áll, hogy még miután az internet és a kibertér nem egy olyan dolog, ami évezredek óta velünk van, hiszen az első klasszikus internet szolgáltatás a 90-es évek elején indult, tehát gyakorlatilag körülbelül 30 évnyi tudásunk halmozódott föl az internettel kapcsolatban, és nyilvánvalóan a többségnek ez a tudás ez 10-15 évnél nem régebbi. Éppen ezért nem alakultak még ki azok a reflexek bennünk, melyek segítenek földeríteni, fölfedezni a potenciálisan veszélyes helyzeteket. Magyarul mindennek bedőlünk. Semmi probléma, a fizikai életben is mindennek bedőlünk. Gyakorlatilag a legtöbb csalás, illetve a legtöbb olyan technika, amit az interneten ma találhatunk, ezeknek évszázados hagyományai vannak. Az internet pusztán azt tette lehetővé, hogy ezeket a csalási megoldásokat, ezeket az átveréseket sokkal szélesebb körben globálisan lehessen végrehajtani. Illetve miután az információt ma már az interneten keresztül tesszük közzé, így sokkal egyszerűbbé vált ezeknek az információknak az elérése, mint volt ez mondjuk 50-100 évvel, vagy éppen évezredekkel korábban. A biztonság tudatosság, tehát a legfontosabb tulajdonsága az információ biztonsági irányítási rendszernek, hiszen hogyha az embert sikerül megerősítenünk, akkor ezzel a teljes információs rendszert sikerül megerősíteni, így nem lehet eleget beszélni arról, hogy mi minden érhet minket az interneten. Nem lehet eleget megemlíteni azt, hogy alapvetően a támadások túlnyomó többsége első körben ellenünk emberek ellen fog irányulni, és rajtunk keresztül fogják majd a technológiákat támadni. Ennek az összefoglaló neve a social engineering, azaz a pszichológiai manipuláció, mely definíció szerint a befolyásolás és rábeszélés eszközével megtéveszti az embereket, manipulálja vagy meggyőzi őket, hogy a social engineering tényleg az, akinek mondja magát. Ennek eredményeként a social engineer technológia használatával vagy anélkül képes az embereket információszerzés érdekében kihasználni. Annyi megkötést tennék még, hogy a social engineering annyiban különbözik a klasszikus csalásoktól, átverésektől, kémkedéstől, hírszerzéstől, hogy a social engineering támadásokat jellemzően az információs informatikai környezetben használjuk. Magyarul a social engineer célja az, hogy az emberen keresztül jusson el az információs technológiához. Ennek a támadásnak a felépítése praktikusan úgy néz ki, hogy első körben megnézzük, hogy ki lesz az áldozatunk, azaz a különböző nyílt interneten elérhető információk alapján profilt építünk, fölépítjük azt, és megtaláljuk azt az áldozatot, akin keresztül a támadást majd végre fogjuk hajtani. Majd utána felveszük vele a kapcsolatot, tipikusan jók erre az e-mailes, illetve a különböző elektronikus közösségi hálózati megoldások is, és hogyha
Kialakítottuk a bizalmat, fölvettük a kapcsolatot, kialakítottuk a bizalmat, megvan a kapcsolat, akkor utána lehet ezt a kapcsolatot kihasználni, azaz az emberi tulajdonságokat kihasználva rávenni a szemét arra, hogy hajtsa végre azt, amit mi szeretnénk. Majd, hogyha végrehajtotta, akkor jön a támadásnak a végrehajtása, azaz az információs rendszerhez való hozzáférés, és ez innen történő tovább lépés. A kapcsolat kihasználása nagyon változatos lehet, például a leggyakoribb a kattintsunk a linkre, nyissuk meg a dokumentumot, és ezzel futtassuk le a kártékony kódot, amit a dokumentumba ágyaztunk, tól gyakorlatilag odáig, hogy kedves felhasználó, én az IT részéről vagyok, és szeretném megkérdezni, hogy mi a felhasználó neve, és a jelszava, mert azt érzékeltük, hogy valami visszaélés történt az ön nevében a rendszeren, és be kell lépnem rendszergazdaként megnézni azt, hogy valójában mi történt. Csak hogy két nagyon gyakori példát mondjak. A humán alapú támadások tehát nem arról szólnak, hogy technológiai sérülékenységet használjunk ki, hanem az, hogy azokban az információs rendszerekben, melyekben potenciálisan persze lehetnek technológiai sérülékenységek, de nagyobb valószínűsége van annak, hogy egyébként ilyenek nincsenek, megpróbáljuk elérni azt, hogy az általunk készített támadókód valahogy lefuthasson, és ezzel tegye sérülékenyé magát a rendszert. A humán alapú támadások ellen na sajnálatos módon nagyon-nagyon nehéz védekezni, hiszen, mint említettem, az ember kiszámíthatatlanul működik, és ez a kiszámíthatatlanság nem teszi lehetővé, hogy humán tűzfalakat és hasonlókat állítsunk föl, nem teszi lehetővé azt, hogy valamilyen műszaki védelemmel védekezzünk, pusztán azt arra ad esélyt nekünk, hogy minél hogy sokat beszéljünk az emberrel, a felhasználóval, és megpróbáljuk megértetni vele, hogy miért nagyon fontos azt, hogy például a felhasználó neve és a jelszava az ő titka maradjon, ne adja ki még a legközelebbi kollégájának se, illetve hajtsa végre azokat a szabályokat, melyek az információbiztonsági szabályzatban egyébként le vannak írva. Az ember tehát a leggyengébb láncem, és ezt a leggyengébb láncemet kell valahogy még tovább gyengíteni. Az internet pedig lehetőséget ad arra, hogy ez a gyengítés, ez akár távolról is megtörténhessen, hiszen az interneten keresztül arctalanul tudjuk fölvenni a kapcsolatot a célszeméllyel, ami megint csak pszichológiai szempontból nagyon sokat tud segíteni, hiszen amikor interneten keresztül kommunikálunk valakivel, akkor sokkal kisebb a valószínűsége, hogy fölkeltjük a gyanút, már csak azért is, és gondoljon bele mindenki abba, hogy hogyan használja ő maga a közösségi hálózatokat. Az interneten sokkal bátrabbak vagyunk, sokkal inkább vállaljuk azokat a kockázatokat, melyeket egyébként a fizikai térben nem vállalnánk, hiszen mi baj történhetne velünk az interneten. Nyilvánvalóan rengeteg minden. Rengeteg megoldása van a social engineering végrehajtásának, segítségkérés, segítségnyújtás, identitáslopás, áruhába bújás és a többi, amit a képernyőn látnak. Ezek mind-mind a social engineering eszköztárába tartoznak, és itt az olyan érdekességekkel is fölhívnám a figyelmet, mint például a kukabúvárkodás, ami azt jelenti, hogy a kidobott szemétben kutatunk információk iránt. Rengeteg olyan példa van arra, hogy hogyan lehet a szervezettől kihozott, leselejtezett papírokon hasznos információt találni. Például óvodában, amikor a gyerekeknek a rajzait nézik meg, akkor nézik meg a másik oldalán, hogy azon nincsenek-e véletlenül nyomtatott információk, amik egy cégtől jöttek ki, mert hogy az egyik anyuka úgy gondolta, anyuka vagy apuka úgy gondolta, hogy ez a papír az már igazából firkapapírnak jó lesz, miért is semmisítené meg, hát számos ilyen hasznos nyomtatott információt lehet találni. Vagy éppen a shoulder surfing, ami azt jelenti, hogy valakinek a válla fölött átnézünk, miközben a számítógépére belép, beírja a jelszavát. Volt olyan kollégám, aki több mint 20 karakteres jelszót is képes volt leolvasni begépelés után, de tudnám mondani a saját kisiskolás gyermekemet is, aki tulajdonképpen gond nélkül lelesi bármikor bárkinek a jelszavát, csak ott van kis problémája, hogy mikor nyomják meg a shift billentyűt, tehát lehetőleg rejtsük el a jelszavainkat, mert oké, hogyha ezt valaki látja, akkor könnyen leolvasható lesz. A social engine-nek tehát az a célja, hogy számítógépre jusson be a felhasználón keresztül. Ennek az egyik nagyon nagy segítségére szolgál az, hogy a felhasználók túlnyomó többségében nem tudják, hogy hogyan működik a számítógép és a számítógépes rendszer. Innentől kezdve, hogyha olyan feladatokat, olyan küldeményeket, olyan szövegkörnyezetet támasztok,
mely egyébként elhiteti a felhasználóval, hogy a tevékenység, amire megpróbálom rávenni, ez egy legitim tevékenység, akkor nagyon-nagyon könnyű dolgom lesz. Sőt, valahogy a számítógép használat a felhasználók, az internet azok túlnyomó többségének olyan, mint a matematika az emberek túlnyomó többségének, hogy ahelyett, hogy megtanulná, inkább fél tőle, és ez a fajta bizonytalanság és ismeret hiány is nagyban segíti a social engineering-nek a munkakörülményeit. Ha távolról csináljuk mindezt, tehát nincsen meg a személyes kontaktus, akkor ráadásul ez a fajta rávétel, ez a fajta nyomásgyakorlás még könnyebbé válik, a lebukás veszélye nélkül. Nem véletlen, hogy az államilag támogatott kibertámadások túlnyomó többsége ma már nem kívánja meg, hogy a támadó egyébként fizikailag ott legyen az ellenséges vagy ellenérdekelt ország fővárosában, hanem interneten keresztül történik mindez, a lebukás veszélye nélkül, tehát például a 2016-os amerikai elnökválasztásnál az oroszok beavatkozását úgy kell elképzelni, hogy ők a biztonságos helyi környezetből, oroszországi környezetből találták meg azokat az amerikai kormányzati illetékeseket, illetve pártok körül dolgozó szakértőket, akiket az interneten keresztül ezen social engineering technikákkal hálóztak be, anélkül, hogy lebuktak volna, ha pedig le is buktak, hát Istenem, biztonságos környezetben voltak, nagyjából azt veszélyeztették, hogy ki a körözést adnak ki ellenük, és onnantól kezdve nem léphetnek be az Egyesült Államok és a barátságos nyugati országok területére a letartóztatás veszélye nélkül, de egyébként biztonságban voltak. Ezért is jó a social engineering, és ezért is működnek például nagyon jól a nigériai csalások, amikor maguk az e-mailek, például a biztonságos afrikai országból jönnek, anélkül, hogy a fejlett nyugati országok fejlett kiberrendőrségei képesek lennének letartóztatni magukat a csalókat. Az IT alapú támadások egyébként azokat az információs rendszereken keresztül történő megoldásokat jelentik, melyekkel ezeket az emberi gyengeségeket, hiszékenységet, stb. Ki lehet használni. Ide tartoznak például az adathalász megoldások. Nagyon sokat láttuk ilyeneket, gondoljanak csak bele abba, hogy hányan e-mailt kaptak, melyet látszólag a bankuktól, vagy látszólag az adóhatóságtól kaptak. Ezeket nevezik egyébként adathalász támadásnak. Ilyenkor egy e-mailben érkezik egy üzenet, mely szerint az adó visszatérítésünket most megkaphatjuk, vagy adótartozásunk van, vagy számlatartozásunk van, úgyhogy kattintsunk a linkre, az a link elvisz minket a böngészőben egy olyan weboldalra, mely gyanúsan úgy néz ki, mint a bankunké, vagy éppen az adóhivatalé, ahol elkérik a kártyaszámunkat, és a jelszavunkat, és meg minden mást, ami értékkel bírhat. Az, aki erre nem rendelkezik megfelelő szemben, kiadja az összes adatát, mely onnantól kezdve a támadók, és a támadók ezzel visszaélnek, például a bankkártya adatokkal, majd vásárolgatnak dolgokat, például bitcoint, az áldozat pedig fújhatja, onnantól kezdve nem fog visszatérítést kapni majd a bankkártyájára. Ezeknek az adathalász megoldásoknak természetesen nem csak e-mailes és weboldalas megoldása van, hanem VoIP-on, tehát az internetes távközlési telefonszolgáltatásokon keresztül is jött, SMS-ben is jöhet, meg vannak egyéb megoldások, a farming, illetve a whaling. A whaling azt jelenti, hogy a nagyvadakra, azaz a vezetőkre lőnek, a farming pedig azt jelenti, hogy műszaki megoldásokkal, az úgynevezett DNS szolgáltatás meghekkelésével térítik el a weboldalakat, beírom, hogy www.google.com, és ahelyett, hogy a valódi google.com-ra jutottam volna, egy a támadó által felállított weboldalra keveredek. Az IT alapú támadásoknak része még a kártékony programok, a malvereknek a terjesztése is, ez szinte mindenféle lehet, trójai programok, frissítésnek tűnő megoldások, és a többi, és a többi. Ezek azok a kártékony kódok, melyeket, hogyha föltelepülnek a számítógépünkre, akkor kinyitják a gépet a külső támadó előtt. Alkalmazás engedélyek, mikor egy applikációt föltelepítünk a telefonunkra, lehet, hogy olyan dolgokhoz is hozzá fog férni a telefonon, mely a működéséhez nem lenne szükséges. Klasszikus példa erre a zseblámpa applikáció, mely hozzáfér a kontaktokhoz, SMS-ekhez is, illetve az internetes üzenetküldéshez is. Így, miközben mi csak világítani szeretnénk, a teljes telefonon tárolt kontaktlistát és üzenetlistát tudja kitolni, kimásolni egy külső szerverre.
A social engineeringnek az egyik legnagyobb segítsége a digitális lábnyom. A digitális lábnyom, amelyet mi mindannyian az internetezésünkkel kell szándékosan vagy nem szándékosan hozunk létre. Definíciója szerint azokra a jelekre, nyomokra vonatkozik, melyek a felhasználó online jelenléte után maradnak a digitális térben, és amelyekből következtetni lehet a tevékenységére. Mint említettem, ezeknek a jó részét mi magunk hozzuk létre, azzal, hogy szolgáltatásokat használunk, tartalmakat generálunk, de nagyon sokszor ezt nem tudatosan hozzuk létre, mert például a közösségi hálózatra fölkerülhetünk úgy is, hogy véletlenül fölkerülünk egy fényképre, amiről nem is tudunk. A közösségi hálózat arckép elemző algoritmusa pedig onnantól kezdve már ismeri is a mi arcunkat. Vagy éppen azzal, hogy böngészünk, és a böngészés közben gond nélkül rákattintunk a sütikre, azaz a kukikra. Ugye emlékeznek, a böngészők aljában mindig megkérdezik, hogy a weboldal számára engedélyezzük-e a kukik használatát. Hát ezek a kukik, ezek olyan állapotinformációk, melyek az adott weboldalon levő böngészésünkkel kapcsolatos információkat tárolják a számítógépünkön, és lehetőséget nyújtanak arra, hogy más szolgáltatások megnézzük, hogy az adott weboldalakon egyébként mit csináltunk. Tehát például, hogyha megnézzük egy cipő webkereskedésnek az oldalát, és megnézzük azt, hogy ott milyen jó ajánlatok vannak, akkor maga ez a cipőkereskedő weboldal el fogja menteni a mi számítógépünkön, hogy korábban mit is néztünk meg, így ha később visszatérünk erre az oldalra, akkor lehetősége lesz arra, hogy jobb minőségű szolgáltatást adjon, azaz specifikusan mondjuk a 42-es férfi cipőkkel kapcsolatos ajánlatokat adja elénk, de lehetőséget ad arra is, hogy a Facebook, a Google meglássa, vagy megnézze, hogy mi ezen az oldalon jártunk, és ott mit keresünk. Tehát, amikor ők hirdetéseket adnak az orrunk elő, mondjuk a Facebook használat közben, akkor hogy nem ennek a cipő oldalnak a hirdetése jelenjen meg. Amikor tehát a cookie-kat engedélyezzük, akkor ezt is engedélyezzük. Vagy amikor például egy Chrome böngészőben belépve böngészgetünk, akkor lehetőséget adunk arra, hogy a profilunkhoz hozzákapcsolják a böngészési előzményeket. Így nem is kell a cookie, hiszen a böngészőn keresztül a Google pontosan tudja azt, hogy mit néztünk, mit csináltunk. Vagy éppen a Facebook, mely egyes felmérések szerint több mint 30 ezer különböző profil adatot gyűjt rólunk. Így például, hogy amikor telefonon pörgetjük a híroldalunkat, a falunkat, akkor hol álltunk meg egy pillanatra, és hol mozgattuk a szemünket, innen látva, hogy az információ minket érdekelhet, és ezt a későbbiekben a még targetáltabb, még inkább célra szabott hirdetéseknél, illetve tartalomgenerálásnál föl tudja használni. Ezek tehát mind olyan információk, melyek rólunk keletkeznek, és a digitális lábnyomunkat állítják össze. A digitális lábnyom sajnálatos módon gyakorlatilag ma minden internetező esetében egy nagyon tág információhalmaz nyújt. Ugye 4,5 milliárdan használjuk körülbelül az internetet nap mint nap. A maradék 3 milliárd közül pedig az a becslésem, hogy körülbelül 1 milliárd, 1,5 milliárd így is úgy is megtalálható az interneten, úgyhogy ő ugye nem használja az internetet, de valamilyen módon fölkerült róla a digitális lábnyom, például azzal, hogy valamilyen bankkártyát használ, ugye a bankkártya használat is, és az ebből következő digitális nyomok is a digitális lábnyomnak a része, még akkor is, hogyha ez szabadon nem érhető el az interneten, de mégiscsak egy digitális jel. Tehát nem nagyon tudunk kimaradni a digitális lábnyom generálásból, ezt a digitális lábnyomot maximum csökkenteni tudjuk oly módon, hogy például saját magunkról sokkal kevesebb információt adunk ki, vagy éppen a böngészünkben olyan böngészési megoldásokat használunk, melyek segítenek a nyomok csökkentésében, tehát, hogy más nem mondjak, a Chrome böngészőt nem belépve, vagy pedig inkognitó ablakkal használjuk, de van egyébként számos más olyan meglehetőség is, melyel ezt csökkenteni lehet, de ez már egy másik előadás tartalma lenne. Amikor a digitális lábnyomot támadóként szeretném fölteríteni, akkor jön képbe azt, hogy ezeknek a digitális lábnyomoknak a jelentős része a nyílt térben, a nyílt interneten keresztül elérhető, azaz nyílt forrásként, open source-ként lesz felhasználható. A nyílt forrás minden olyan forrás, melyhez külön autentikáció nélkül, vagy éppen autentikációval, de legálisan fizetés után férhetek hozzá, tehát minden olyan digitális, zárójel klasszikus módon és nem digitális megoldást értünk ide, melyhez nem kell törvényt sértenem, nem kell hackkelnem,
nem kell betörnöm, nem kell ellopnom. Például az internet és az ott levő összes tartalom, a könyvek, a folyóiratok, a könyvtárak, ezek mind-mind nyílt forrásnak minősülnek, gyakorlatilag a mai világban könyvek, folyóiratok, fényképek, rádió és televíziódások is mind-mind digitális tartalomnak minősülnek, hiszen az archívumokban akár évtizedekre visszamenőleg is el tudom ezeket digitális módon érni. Tehát ezek a források mind-mind nyílt forrásnak minősülnek. A nyílt forrású információ pedig mindazon adatoknak a körét jelzi, melyeket a nyílt források segítségével tudok megszerezni. Emlékezzünk vissza, a nyílt forrásból az adatok érhetők el. Az adat az információnak az alapja, tehát minél több adatom van, annál több és annál jobb minőségű információt tudok mindebből kinyerni, hogy az információ az adat szintézise oly módon történő felhasználása, mely számomra új ismereteket jelenthet. Azaz, a nyílt forrásban elérhető adatokból lehet, hogy olyan információkhoz fogok jutni, melyeket úgy direktben még nem raktak ki az internetre, direktben még nem érhető el nyílt forrásban, de jó következtetéseket tudok levonni az adatok alapján arra vonatkozóan, hogy mi történik a háttérben, amit az adott szervezet vagy az adott ember nem szeretett volna közölni. Így például, hogyha egy cégre vonatkozóan gyűjtöm a nyílt forrásból származó adatokat, akkor következtetni tudok arra, hogy milyen lépéseket tervez a közeljövőben, ebből lesz ugye az információ. Kicsit tágabb értelemben az államok azért tartanak föl hírszerző szervezeteket, mert hogy ezeknek a hírszerző szervezeteknek az a feladata, hogy következtetéseket vonjanak le arra, hogy mi fog történni a jövőben más országok, vagy éppen más az adott országra hatással lévő szervezetek vagy emberek tekintetében, és a nyilvánosság előtt elérhető adatokból következtetnek a jövőre vonatkozóan. Soha az emberiség történetében nem volt még olyan jó lehetőség arra, hogy ebből a hatalmas mennyiségű adatból tudjunk a jövőre következtetni. Nem véletlen, hogy például azért beszélünk a mesterséges intelligenciáról, mert hogy megvan az az adatmennyiség, amiből következtetni tudunk a jövőre, és a mesterséges intelligencia nem csak az életünket fogja majd segíteni, hanem nyilvánvalóan a hírszerző szervezetek is már nagyon régóta használják ezeket a megoldásokat arra, hogy következtetni tudjanak az egyes jövőbeni lépésekre. A nyílt forrás felhasználására egyébként rengeteg megoldás lehetséges, ez a nyílt forrású eszközöket összegyűjtő kis kép a Bellingcat nevű oknyomozó portálnak az oldaláról származik. A Bellingcat egyébként onnan ismerszik meg, hogy számos olyan nagy leleplezést tettek a múltban, így elsősorban Oroszország hírszerző tevékenységére vonatkozóan, melyeknek a folyamán ezeket a nyílt forrású megoldásokat használták föl. Zárójel, valószínűleg a Bellingcat egyébként kap klasszikus hírszerzési információkat is, tehát nem csak a nyílt forrásra épít, ettől függetlenül munkájukat, és egyébként minden más hasonló szervezetnek a munkáját is nagyban segítik ezek a nyílt forrású megoldások. Mint ahogy a képen lehet látni, a közösségi média a mellett, amit elsőként elképzelnénk, számos más nyílt forrás is rendelkezésre áll, így például a tengerészeti vagy a légi közlekedést is folyamatosan radarozzák egyes adatbázisok, az interneten keresztül, mint említettem, elérhetőek a rádió és tévéadások, visszakövethetők a publikációk, az újságok, keresni lehet képekre, videókra, dokumentumokra, webkamerákat lehet nézni, interneten lehet keresni a különböző geolokációs adatokat is le lehet kérdezni, ott vannak a blogfórumok, tehát számos olyan forrás van adatbázis áll rendelkezésre, melyből következtetni lehet arra, hogy mi történik, abból, hogy látni lehet, hogy milyen információk gyűltek össze a közelmódba, sőt, akár online lehet követni azt, hogy egyes személyek vagy egyes szervezetek mit csinálnak. A nyílt forrású hírszerzés, tehát a nyílt forrásból elérhető adatok összegyűjtéséből áll, és a nyílt forrású információknak az előállítását célozza meg, és bár első körben, és legalapvetőbben a mai napig is ez alapvetően egy katonai hírszerzési cselekedet, hiszen ugye Magyarországon is a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, illetve az információs hivatal, valamint az alkotmányvédelmi
hivatal is, alapvetően él a nyílt forrási információszerzés eszközeivel is. Az OSINT, az Open Source Intelligence, a nyílt forrási információszerzés ma már mindenki számára rendelkezésre áll, és nem csak az eszközök maguk, hanem azok az eljárások is, amivel nyílt forrás műfizetést lehet végrehajtani, elérhetők az interneten keresztül, tehát akár saját képzésben is nagyon jó minőségű nyílt forrású hírszerzést lehet végrehajtani. Hogy más nem mondjak, ha például valakivel találkozunk, akit korábban nem ismerünk, akkor föl lehet készülni az adott személyből azzal, hogy a közösségi hálózatokon való tevékenysége alapján következtetünk arra, hogy ő kicsoda, mivel foglalkozik, és ez segít nekünk egy jó tárgyalás végrehajtásához. Az OSINT tehát egy jó megoldás arra, hogy információkkal segítsük a saját tevékenységünket, és egy veszély ránk nézve, hiszen ha mi képesek vagyunk jó minőségű információt szerezni másról, akkor feltehetően más is képes jó minőségű információt szerezni rólunk. Ez egy komoly veszély és egy komoly probléma, tehát a legjobban akkor járunk el, hogyha a saját magunkról is megpróbálunk osintolni, azaz megpróbáljuk tudatosan csökkenteni az információt, ami rólunk kikerül, illetve tudatosan földeríteni, hogy milyen információk érhetők el rólunk és velünk kapcsolatban. És ne felejtsük el, hogy ez nem csak a közösségi hálózatokra vonatkozik, hiszen csak hogy egy saját személyes példát mondjak, a saját nagyszüleimről is egészen jó minőségű open source információkat sikerült kerítenem, azokból az archívumokból, azokból a 20. század közepéről helyről származó archívumokból, melyeket a digitalizáció folyamán tesznek föl a különböző szolgáltatók, így a fizetési papírjaiktól kezdve az újságokban megjelent említésekig nagyon egyszerűen tudom visszakövetni az életüket. Hát gondoljunk bele abba, hogy az internet előtt élt emberek élete ilyen jól visszakövethető, akkor vajon nekünk a digitális világban élő embereknek mennyire alapos információ, bázis és információ és digitális lábnyom keletkezhetett itt az elmúlt 20-30 évben. Az OSINT-nak a célja tehát alapvetően az, hogy a célunkat elérjük nyilvánvalóan, ehhez pedig meg kell határoznunk, hogy mi az az információ, amire szükségünk van. Minden hírszerzési tevékenység egyébként úgy kezdődik, hogy a megrendelő elmondja, hogy mi az információ igénye, és erre az információ igényre fog majd a hírszerző, akár a nyílt forrású hírszerző is rámozdulni, ennek megfelelően fogja majd összeszedni az információ előreállításához szükséges adatokat. A nyílt forrású információgyűjtés eszközei pedig, mint említettem, nem csak digitálisak lehetnek, bár a mai világban ma egyre inkább digitálisak szoktak lenni. Személyes megkeresés. Nyilván nem egy digitálisnak tűnő megoldás, de mégis közösségi hálózatokon keresztül, e-mailen keresztül, ahogy a social engineering elmondtam, egészen jól lehet ma már az interneten keresztül is megkeresni az adott célszemét, és tőle információt gyűjteni. Rádió, televíziós hatások, média hírek mind-mind digitalizáltak, és megvannak a feldolgozó eszközök arra, hogy akár kulcsszó alapú keresésként mondjuk egy televíziós adást szöveggé alakítsunk át, és ebben a szövegben triggerelődjenek azok az adatok, melyek számomra hasznosak lehetnek, tehát például, hogyha egy közép-afrikai tévében elhangzik a Magyarország szó, akkor az a tévéadás a hírszerzőhöz kerüljön, és meg tudja nézni, hogy mégis ott mit mondtak Magyarországról. Kuka átvizsgálás, már említettem, hogy a szemét, a hulladék, ez nagyon hasznos információt tud szolgáltatni. Például, hogyha csak úgy kidobjuk a papíron érkező híváslistánkat, akkor a hírszerző ebből meg fogja tudni, hogy kivel telefonálgatunk és milyen gyakran. Internetes információgyűjtés, részletesen elmondtam, megfigyelés, ami nem feltétlenül tartozik mindig a legtörvényesebb megoldások közé, de hogyha például valakinek a közösségi médiás aktivitását figyelem, akkor az már egy teljesen legális megfigyelési megoldás lehet. Hagyományosan publikált anyagok, híradó, illetve újságcikkek, említettem ezeket, és folyamatosan digitalizálják, könnyen kereshető az információ. Illetve a telefonos információgyűjtés, azaz fölhívom, megkérdezem, hasonlóan a személyes megkereséshez már ez is teljes mértékben az interneten keresztül is elérhető. Az Open Source Intelligence egyébként
nyilván nem csak a hírszerzők használják, hanem nagyon sok egyéb, elsősorban üzleti jellegű alkalmazása is van. A közösségi oldalok nyilván profiloznak, de a profilozás nem csak az ő megoldásuk, bár Facebook, Google alapvetően abból él, hogy a mi üzenetünket a legjobb profilhoz fogja eljutatni, tehát felesleges tulajdonképpen nekünk profilozni, mikor a digitális világban megvannak erre a szolgáltatások, viselkedéskutatás, direct marketing, személyek megítélések, közönséges piackutatás, döntéshozatal, üzleti célok megvalósítása, és nyilván a kibertámadások előkészítése, ez az mind-mind példák, hogy az open source szinten ugyanezt hol használjuk. Gyakorlatilag az üzleti életben nagyon-nagyon elterjedt az open source intelligence-nek a használata. Hogyan csináljuk mindezt interneten? Nyilvánvalóan úgy, hogy megvannak a megfelelő eszközök ezeknek a végrehajtásához. A legegyszerűbb az a keresőrendszereknek a használata, hiszen a Google és a hozzá hasonló más keresők, Yahoo, Bing, de lehetne itt még akár a kínai vagy az orosz megoldásokat is használni, ezek mind-mind segítséget adnak arra, hogy kulcsszó alapján a számomra legmegfelelőbbnek tűnő tartalomhoz juthassak hozzá. Nyilván miután az interneten túlságosan nagy mennyiségű információ van ahhoz, hogy mindent megkereshessek, így mindegyik kereső szolgáltatás megpróbálja azokat az információkat elém dobni, melyek szerinte a számomra a leghasznosabbak. Ezek természetesen nem mindig a legjobb megoldást adják számunkra, így szükség van egyes finom hangolásra. De mielőtt ebbe belemennénk, azért szeretném azt is elmondani, hogy például a Google-lal természetesen nem csak szöveges információban tudok keresni, hanem videók, képek között is egészen jó minőségű találatokat tudok kapni, tehát a klasszikus szöveges keresés azért ma már igencsak kiterjedt, és az audiovizuális tartalmakra is vonatkozik. Na de a megfelelő keresések az úgynevezett Google hacking fogalom alatt érhetők el, mert Google hacking nyilván nem csak a Google-nél működik, hanem általában a keresőszavaknál működik. Azaz a Google és a különböző keresők lehetőséget adnak számomra arra, hogy finom hangolni tudjam a kereséseket, és különböző kereső szavak, kereső operátorok beírásával a lehető legjobb és legmélyebb találatot kapjam. Így például, hogyha nagyon egyszerű példa, hogyha mondjuk piros alma kereső szóra keresek rá, akkor hogyha piros almát idézőjelek közé teszem, akkor már csökkenteni fogom a találatokat. Nem minden weboldal kapok meg, ahol a piros és az alma szó szerepel, hanem csak azokat a weboldalakat, ahol a konkrétan a piros alma kifejezés szerepel. Hogyha tovább szeretném szűkíteni, hogy például csak a magyarországi weboldalakat kapjam meg, ahol ez a kifejezés szerepel, akkor az idézőjelek közötti piros alma után oda teszem a site2.hu kifejezést, és már is csak a magyar találatokat kapom meg. És így tovább lehet időre szűrni, lehet weboldal címre szűrni, nagyon sok egyéb szűrési lehetőség van, melyekkel mind-mind finomítani tudom ezeket a megoldásokat. A Google hacking segítségével pedig akár arra is lehetőség nyílik, hogy mondjuk a véletlenül kiszivárgott jelszavakat találjak meg, konkrétan a szervezetnél levő elérhetőségekre tudjuk rá keresni, személyisokat találjak meg, stb. Jól elhelyezett kereső szavakkal nagyon célzott és nagyon jó találatokat tudok kapni, melyeket egyébként az első találatok nem is feltétlenül dobnának ki. A Google hackingnek a veszélyre természetesen a Google is felfigyelt, így azért a lehetőségek eléggé csökkentek az utóbbi időben, de ettől függetlenül fájltípusra, weboldalra, URL-re való szűrés, ezek még mind-mind lehetőséget nyújtanak. Javaslom rákeresni a Google-ban a Google Hacking kulcsszóra, és megkeresni az ottani találatokat, de például a Google Hacking Database szolgáltatás lehetőséget ad arra, hogy egészen hosszú és részletes kereséseket tudjunk kiadni, melyek egy-egy célzott találatot, például weboldal sebezhetőséget fognak majd elénk tárni. A Google Hacking Database egy folyamatosan frissülő adatbázis, melyben a ügyes Google kereső szavakat gyűjtik, és teszik elérhetővé az ezzel foglalkozó szakértők, mint ahogy a képen is lehet látni, tehát mondjuk egy All in title, idézőjel, index of per admin, ez segítséget adhat arra, hogy érzékeny weboldalakon elhelyezett érzékeny könyvtárakhoz tudjunk hozzáférni, illetve
még a példa mutatja, hogy milyen sok olyan keresőszó van, melyek egy-egy sebezhetőségre, vagy éppen érzékeny tartalomra ahhoz adnának hozzáféréseket. További nagyon jó Google szolgáltatás, mondjuk a Google Street View, vagy általánosabban a Google Maps, hiszen például egy Google Street View és Google Maps, vagy Google Earth kép, ezek pedig abban adnak lehetőséget, vagy arra adnak lehetőséget, hogy egy-egy földrajzi helyet tudjunk feltárni. Például néhány évvel ezelőtt hallottam rendőrségi forrásokból, hogy a betörő, az okos betörő, az ma már nem csak úgy elmegy betörni, hanem előtte a kiszemelt házat a Google Maps-en alaposan felméri, és megnézi azt, hogy milyen védelmi megoldásokkal kell szembesülnie. A Google Street View ebből a szempontból különösen jó, hiszen nagyon aprólékos és nagyon jól nagyítható képet ad a kiszemelt objektumról, ezzel segít fölmérni magát a kiszemelt célszemély célpontot. Sőt, hogyha ugye a célszeméről tudjuk, hogy hol lakik, akkor még az is elképzelhető, hogy magát a célszemélyt fogjuk megtalálni egy-egy Google Street View fényképen. De hogy milyen mélység tudnak eljutni ezek a profilozások, az Egyesült Államokban van egy Spokeo nevű szolgáltatás, több ilyen is található nyilvánvalóan, ez csak egy példa, ahol egyszerűen be kell írnunk a személynek a nevét, és a személy nevére rákeresve ez a Spokeo összegyűjti, agregálja az összes olyan személyes információt, amit a különböző adatbázisokban az adott személyről meg lehet találni, akár a közösségi hálózatokig lemenve. Ne felejtsük el, hogy mondjuk az Egyesült Államokban kevésbé veszik szigorúan a személyes adatok védelmét, tehát sokkal több állami adatbázis érhető el nyilvánosan, mint mondjuk az Európai Unión belül. Ennek megfelelően egy igen kiváló profil tud egy szerinte nem sértő összegért az fogja kínálni az erre nyitott személyek számára. Európában azért az ilyen szintű adatbázisokhoz való hozzáférésen keresztül profilozás ez nehezebben megvalósítható, de ne felejtsük el, hogy Magyarországon is a személyadat és lakcímnyilvántartásból adatok elérhetők, lekérdezhetők, nyilván nyomon követhető módon, ha csak ezt nem tiltjuk le, ennek megfelelően azért nálunk is, mint ahogy Európában is, ha kicsit macerásabban is, de a nyílt forrású hírszerzéssel egészen mély profilok állíthatók össze egy konkrét célszeméllyel kapcsolatban. De hát ott vannak a közösségi oldalak, ahol mi úgyis minden információt kiteszünk magunkról, és ezt láthatóvá tesszük az egész világ számára, de legalábbis az ismerőseink ismerősei számára azért tipikusan elérhetővé tesszük, és önként írjuk be azokat a különlegesen érzékeny személyes adatokat is, mint például a politikai hovatartozás, vagy éppen az egészségügyi állapot. Azaz, hogyha a célszemély profiljához hozzá tudunk férni, akkor ez egy igen nagy adatbázis tud szolgáltatni számunkra, fényképekkel, információkkal együtt, és a fiatalabb generáció közösségi hálózati tevékenységét megnézve, gondolok itt az Instagramra, TikTokra és az összes többire, ez az általunk önként megosztott információ halmaz, ez csak nő, tehát egyre több minden lesz, a privát szférán határa pedig egyre inkább csökken, a gyilkforrású vízezéssel foglalkozó szakértők számára pedig ez egy végtelen erőforrást jelent az információszerzéshez. A kapcsolatok kiépítéséhez pedig ott vannak a párkereső oldalak, a Tinder és társai, melyek pedig összekötve a közösségi profillal úgy fent jó lehetőséget nyújtanak arra, hogy kapcsolatba, akár igen szoros kapcsolatba is lehessen kerülni a kiszemelt célszeméllyel, különösen, hogyha a kiszemelt célszemély lehetőséget biztosít arra, hogy a társkereső oldalakon keresztül el lehessen érni. A közösségi hálózatok tehát egy nagyon jó bázist nyújtanak, de ezeket személyesen, saját magunk és önként tárjuk nyilvánosságra. Vannak azonban olyan nyílt forrású információk is, melyekről nagyon sokszor nem is tudunk. Így például a fényképek, amiket fölteszünk, létrehozunk, nagyon sokszor geolokációs adatokat is tartalmaznak, azaz konkrétan a fénykép tartalmazza a konkrét GPS koordinátát, ahol azt lefényképezték, és hogyha ez megosztásra kerül, vannak olyan közösségi hálózatok, ahonnan nagyon egyszerűen le lehet kérdezni, hogy hol készült maga a fénykép, az adott személy mozgását ezzel lehet mondjuk követni. Egy sajnos azóta már félbehagyott fejlesztés, a Creepy például erre ad lehetőséget,
az adott földrajzi helyzet, földrajzi környezetre rákeresve meg lehet nézni, hogy kik voltak azok, akik a közösségi hálózatokra arra a földrajzi helyről töltöttek föl információkat, fényképeket, és így lehet körbelőni, hogy ki, mikor, hol fényképezkedett. Az Instagram például ma már nem lekérdezhető a creepyvel, de az Instagramon egészen jól rá lehet szűrni arra, hogy mondjuk egy adott földrajzi lokációnál ki mindenki fényképezkedett, kik voltak azok a profilok, akik ott elhelyezkednek. Tehát, hogyha mondjuk egy falu közösségét szeretném föltérképezni, akkor a falu nevén rákeresve egészen jól meg tudom mondani, hogy kik a falusi Instagrammerek, azaz kiknek a profilját lenne érdemes követni, hogyha az adott faluban vagyok kíváncsi valakinek a mozgására. Így néz ki a Creepy-nek a felülete, ez egy Windows-ra telepíthető alkalmazás egyébként. Aztán ott vannak az olyan triviális információforrások, mint például a szervezeti honlap. Az erre kikerülő információkat megint csak nem tudom megválogatni, különösen, hogyha a közigazgatási honlapról van szó, ahol kötelező bizonyos információkat nyilvánosságra hozni. Ezek a szervezeti honlapok is mind-mind lehetőséget nyújtanak az információgyűjtéshez, illetve számos esetben olyan információkat tartalmaznak, melyeket nem is feltétlenül kéne kirakni. Például vannak olyan esetek, amikor mondjuk egy ipari rendszerek irányítására szolgáló szervezet tesz ki referenciaként a honlapjára olyan információkat, mint hogy milyen kritikus információs infrastruktúrák számára adták el a megoldásukat, illetve sokszor olyan képernyőképeket is tesznek ki a megoldásukról, mely egy konkrét kritikus információs infrastruktúra esetében segít megérteni, hogy az hogy működik, milyen felépítések vannak. Tehát ezek a látszólag ártalmatlan, saját magukat segítő információk segíthetnek abban, hogy egy sokkal nagyobb halat, egy sokkal kritikusabb célszervezetet is be lehessen határolni, és lehessen megtámadni. Úgyhogy ne becsüljük alá a honlapokon levő információkat, ezek mind-mind nagyon hasznosak tudnak lenni. Aztán ott vannak azok a véletlenül vagy szándékosan internetre kötött eszközök, melyek szintén információval szolgáltatottak, például a webkamerák. A Shodan.io nevű szolgáltatás, ő az ipari rendszerek Google-jaként is nevezett szolgáltatás, amellett, hogy internetre kapcsolt vezérlő rendszereket gyűjt, emellett webkamerákat is gyűjt, tehát a Shodanon keresztül olyan webkamerák képeit is meg lehet nézni, melyek adott esetben szenzitív környezetben működnek, és hogyha ezek figyelésével foglalkozunk, akkor lehet látni, hogy ki, hogyan, mikor mozog egy ilyen szenzitív környezetben, illetve minden található ott. A Shodanon keresztül például már erőművi kamerákat is időnként el lehet érni. Ne felejtsük el, hogy nem csak ilyen jellegű érzékeny kamerákról beszélünk, hanem akár a saját otthonainkban levő IP kamerákról is beszélhetünk. Tehát azok a kis ártalmatlannak tűnő IP kamerák, mely az otthonunkat figyelik, amikor mi nem vagyunk otthon, azok a kis ártalmatlannak tűnő IP kamerák akkor is figyelik az otthonunkat, amikor mi otthon vagyunk. Tehát lehet, hogy amiközben dolgokat teszünk a saját otthonunkban, ezeket a dolgokat, ezeket más is figyel az interneten keresztül. A Shodan például ebben és ezeknek a kameráknak a felderítését teszi lehetővé. A The Harvester nevű szolgáltatásnak a működése abban segít, hogy egy-egy adott szervezethez tartozó e-mail fiókot, aldoméneket, hostokat lehessen felderíteni. Tehát, hogyha tudom, hogy ki a szervezet, akit szeretnék megtámadni, akkor az ehhez a szervezethez tartozó domain neveket, mondjuk az unik-nk.hu-hoz tartozó mindenféle technikai információ gyűjti össze, és teszi kereshetővé, ezzel segítve a támadónak azt, hogy profilozza az adott szervezetet, és megtalálja a gyengének tűnő áldozatokat. Például itt van egy kép, ami a Kali Linuxnak, Linuxon belül is egyébként elérhető The Harvesternek a képernyőképét mutatja, nagyon egyszerű paraméterezéssel teszi lehetővé azt, hogy megtaláljuk, hogy mondjuk az eff.org-hoz milyen e-mail címek tartoznak, különböző forrásokból ezt összeszedve. Ennek a jellegű információs elszerzésnek a csúcsa a MaltaGo nevű szolgáltatás, mely szintén egy Kali Linuxon elérhető és föltelepített megoldás. A MaltaGo
a legalaposabb és leggyakrabban használt nyílt forrású adatgyűjtő eszköz. Hogyha tudom, hogy mi az információ igényem, akkor a Maltegot fölparaméterezve segít összeszedni az internet különböző bugyraiban rejlő információkat, gyakorlatilag egy hálózatot épít fel a különböző szolgáltató, különböző információk között, és mint ahogy a filmeken is láthatjuk, amikor a nyomozó a parafatáblára fölteszi a különböző információkat, és egy kis cérnával összekapcsolja ezeket, na ugyanezt csinálja meg a Maltego, gyakorlatilag a nyílt forrásból elérhető információ segítségével. Tehát, hogyha tudom, hogy kire vagyok kíváncsi, és van némi információ töredékem, hogy az adott személynek mondjuk mi az e-mail címe, milyen weboldalhoz kapcsolódhat, adott esetben milyen közösségi hálózati profilja van, akkor a Maltego segít ezeket a hálózati éleket begyűjteni, és az összeköttetéseket összerakni. Tehát ha például hozzám tartozik egy adott doménnév, az adott doménnévről nyilvános előzött információk alapján megpróbálja kideríteni, hogy milyen más domének tartozhatnak még az adott személyhez. Ez nagyon-nagyon jól segíti azt, hogy mi írásunk az adott személy online tevékenységének, és olyan rejtett összefüggéseket is elő tudjunk szedni, melyekre korábban még nem is gondoltunk volna. Például itt egy ilyen kép, hogy az adott felhasználó nevekhez például milyen valós nevek tartozhatnak, illetve milyen közösségi hálózati profilok tartozhatnak, illetve kicsit még mélyebbre egy ezek az adott személyhez milyen részletes profilok, mondjuk itt a konkrét esetben Twitter profilok tartoznak, vagy éppen az egyes weboldalak között milyen összefüggések lehetnek. Ez tehát egy nagyon-nagyon mély információt, halmazt tud nyújtani. Ne felejtsük el tehát, hogy a védelem nagyon-nagyon fontos ebben a szempontban, ebből a szempontból. Nagyon sokat tudunk tenni annak érdekében, hogy a saját digitális lábnyomunkat csökkentsük, már csak azzal, hogy a közösségi profilunkon a láthatóságunkat lecsökkentjük, és csak az ismerőseink körére tesszük ezt láthatóvá, mindezt úgy, hogy egyébként az ismerőseinket időnként szűrjük. Időnként rákeresünk arra, hogy a felhasználó neveink, a saját nevünk hol milyen környezetben jelenik meg. Élünk a felejtés jogával, azaz, hogyha olyan információ jelenik meg a kereső szolgáltatásokban, mely ránézve kellemetlen, akkor a kereső szolgáltatótól kérjük azt, hogy ezt a keresési találatot, ezt ne tegye elérhetővé velünk kapcsolatban, hogy letöröljük azokat a profilokat, amiket már nem használunk, stb. Stb. Tehát élünk mindazzal a csökkentési lehetőséggel, amelyet a jog, illetve a technológia rendelkezésünkre bocsájt, nem elfelejtve, hogy az internet soha nem felejt, nézzük meg ott a jobb felső sarokban például az ott felejtett képet, vagy ugye ezeket a közösségi hálózatokra kitett képeket, ezeket mind-mind végig gondolva rájöhetünk arra, hogy a digitális lábnyomunk milyen tág, és rájöhetünk arra, hogy mennyi minden problémánk származhat abból, hogyha például ezek a képek, mint amiket most föltettem, az örökkévalóságig fönnmaradnak az interneten, például az ilyen videókban is. A nyílt forrású hírszerzés tehát ne felejtsük el, a legnagyobb probléma jelen pillanatban számunkra, egyének számára és cégek számára is, hiszen ez az alapja az összes social engineering támadásnak, az összes social engineering támadás alapja az összes kibertámadásnak. Tehát, hogyha már rögtön az elején megfogjuk ezeket a problémákat, és tudatosan generálunk információkat, és tudatosan csökkentjük az információ mennyiségét, ami rendelkezésre az interneten, ezzel már egészen jól elejét tudjuk venni a legtöbb kibertéri problémának. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, remélem, hogy hasznosnak találták ezt az előadást is.